Nem láttátok apát? Dobálgatni fogunk. Cody, tévét nézünk. Üdvözlöm Önöket a Meri vagy nem Meri élő felvételén. Ebben a héten egy repülőből fogok kiugrani. Senki nem tudja, apa is én kettesben szeretnénk, életet, majd Huxley-t nem képezték ki ilyesmire. De a félelem ismeretlen fogalom számomra. Az a pasi mindenre képes a nézettséget. Ezt láttátok? Huxley kiódója beakadt, nem fog kinyílni az ernyője. Mentőbotok riadó. Cody! Irányító, tudom, remek. Mi van, ha Huxley visszapattan? Mentőbotok, mentésre fel! Magasból, szabad esésben, isteni érzés! Egyre gyorsabban csökken a magasság, félelmetes! Huxley Prescott élőben jelentkezik egy vészhelyzet helyszínéről! Egy őrhajó az űrből leszállva, földünket vette új célpontjába, bolygónk vált új otthonukká, Optimus vezér, bölcs tanárukká! Védd meg az embert, segítsd őket, gyerd el tőlük a tiszteletet! Egy hű család lesz legjobb társak, másnap fel ne fedd arcában! Mentőbotok, mentésre fel, megvettelek a bolygón, a kell! Mentőbotok, mentésre fel, segít utat mutatni, robotokban nem fogsz csalódni. Mentőbotok, mentésre fel. Transformers. Mentőbotok. Szabályok és parancsok. Mit gondoltam? Mint ahogyan előttem már oly sok riporter, én is az életemet adom egy sztoriért. Nyílj ki! Látom, de Huxley túl gyorsan zuhan, nem érjük utol! Ilyen gyorsasággal és röppájával egyenesen ránk fog zuhanni! Nem túl puha érkezési pont. Mi van, ha Huxley visszapattan? Most ne viccelődj, Cody! Komolyan! Van egy szülinapi buli a Trepello Roadon! Ugrálóvárral! Kapjál a kocsit! Vészhelyzet, evakuáljuk a területet! Gyerekek, játszunk egy kicsit! Szálljatok le azonnal! No. Penge, használd a légkifúvódat, hogy Huxley-t irányba terelhessük! Nem is tudtam, hogy van légkifúvó. Azt hiszem, ráléptem egy sütire. Újabb lélegzetelállító epizódot láthattak. A Meri vagy nem Meriből. Sajnálom. Tudom, hogy nem ilyen játékot terveztünk. Nem baj, apa. Csak alig látlak. Graham, Danny és Kate egész nap veled dolgoznak, de... Tudod mit? Délután van egy kis dolgom. Nincs kedved segíteni nekem? Tényleg? A többiek is jönnek? Nem. Csak te és én. Megmásszuk a Griffin hágót. Kempingezhetünk is. Megnézhetjük a csillagokat. Baseballozni nem tudunk majd, de ha nem zavar a kemény terep... A főnök bevetésre visz. Csak apa meg én. Se bratyók, se nővér. Semmi. Olyan, mintha elhagynál. Neved magadra, Penge. Akkor apa fiatúra lesz. A műzlis dobozról tanultam. Azt én is láttam. Meg azt is, hogy a gabonafélék segítik az emésztést.
Már nagyon várom a kirándulást. Kint fogunk aludni. Ti nem bent szerettek aludni? Ahol nem esik, nincs hideg, és nem másznak bogarak a cipődbe, amikor nem figyelsz? De igen, de... Cody most a kempingezési kézikönyvre céloz. Egészen pontosan az 1959-es kiadásra. Cody, készen állsz a kirándulásra? Igen, apa. Biztos ne vigyelek el. Nem, köztűzlovag. A botokra itt lesz szükség. Ha hívás érkezik, Kéd a főnök. Ő fog helyettesíteni. De... Ha elfelejtetek valamit, mi majd utánatok visszük? Nem, megtiltom. Nem követtek, kerestek, vagy jöttök utánunk. Kodival veszélyes helyre megyünk, ahol nincs helye botoknak. De ha szükségetek lesz ránk... Akkor tisztázzuk. Nem tehetitek be a lábatokat a Canyon Roadra, a Griffin hágónál, semmilyen körülmények között, világos? Megértettétek? Követni fogjuk az utasításaidat, főnök. De hívjatok, ha odaértetek. Hol vagyunk, apa? Még sosem jártam itt. Azért, mert ez a rész szupertitkos. Havonta egyszer feljövök ide ellenőrizni, hogy minden rendben van, és senki nem tört be. Tudom, hogy nem úgy néz ki, de ez a hely nagyon veszélyes is lehet. Milyen értelemben veszélyes? Először is tele van forró gejzírekkel. Azon a kerítésen túl pedig megzavarodik az elektronika. Kocsik, számítógépek, minden leáll. Ha valaki eltéved, nem tudja használni a GPS-t és a mobilját sem. De máshol minden ugyanúgy működik a szigeten. 50 évvel ezelőtt a tudósok egy mágnesimpulzus generátort helyeztek el a hágón. Azért, hogy letiltson minden áramkört. De miért tettek ilyet? Vész esetére, ha egy kísérleti gép meghibásodna. Az emberek ide jöhetnének, és a gép automatikusan leállna, ha követni próbálná őket. Most már értem, hogy miért akartad, hogy a botok otthon maradjanak. Mert a mágneses erő teljesen tönkre tenné őket. Azonnal. Már biztos ott vannak. Miért nem telefonálnak? Mire gondolhatott a főnök, amikor azt mondta, hogy az a hely veszélyes? Csak nem akarta, hogy mi is ott legyünk. Ez a kemping dolog lenyűgöző. Úgy tűnik, egy ilyen túra nagy felkészülést igényel. Érdekes. Ez a kézikönyv arról is ír, hogy hogyan kössünk, illetve hogyan ne kössünk csomót. Az a könyv vagy 1000 éves. Elavult információ. A szabályok sosem avulnak el. Első lecke. Csomózás. Tábortűzkészlet. Ó, öngyulladó tábortűz. Heh, buborék sátor. Hogy férne el ebben bárki is? Heh? Heh? Ha Szikla elolvasta volna a használati utasítást, látta volna a harmadik szabályt. Csak kültéri használatra. Na, ezzel megvagyunk. Ez is rendben. Grindoki megérezte, hogy szükségünk lesz erre. Én nem gondoltam. Mi vagyunk? Ezért fotózta le a múlt hónapban a csapatot, hogy hologramot készíthessen. Ez lefoglalja a macit, amíg fedezékbe vonulunk. Kulcs? Elég maradi technika egy ilyen helyhez, apa. Tudod, hogy az elektronika itt nem működik. Remélem, jó kulcsot hoztam el. Felhívom Pengét, hogy megjöttünk. Biztos aggódik. Ó, ne már! Egy egység! Jövök! Jövök! Halló? Skacok! Veszélyes! Nagy medve! Megtámadott! Halló? Halló? Cody! Azt mondta, medve támadás? Főnök, jelentkezz!
Kodi telefonja. Hagyj üzit! Valami baj van. Mentőbotok, ideje a mentésnek! A főnök világos utasítást adott. Megtiltotta, hogy utánok menjünk. Jól van, de a segítségünkre szorul. Elfelejtetted a mentőbotok első szabályát? Segíts, ha kell! A főnök kétre bízott minket. Engedélyt kell tőle kérnünk, mielőtt elindulunk. Amíg mi itt vitázunk, Cody élete veszélyben forog. Jó. Kate Burns, jelentkezz! Nincs válasz. Induljunk! Mi lesz Grahammel és Dannyvel? Az utasítás szerint két engedélye kell. Amit nem kaptunk meg, szóval maradnunk kell. Téves. Kéd a saját csapata kapitánya. Én viszont az enyémé. Mentőbotok, mentésre fel! Követem az utasításaidat, de biztosan nem megyek a Canyon Road közelébe. Maradj a közelemben. Közel az Old Parker. Ez a gejzír forróbb, mint bármelyik vulkán. 45 percenként kitör. Igazából szerintem most kell kitörnie. Apa! Menj innen! Hű! Még nem késő visszafordulni, vagy esetleg újra felhívni Cade-et. Segítünk Kodinak. Veled vagy nélküled? Akkor én itt maradok. Nem léphetek be a Canyon Road-ra. Bocs, vadász. Nyoma sincs Kodinak, vagy a főnöknek. Talán a kerítés mögött vannak. Most meg mi történik? Penge! Segíts! Annál, mint ráesni a hátadra. Nem tudok átalakulni. A kerekem sem mozdul. Nekem sem. Mintha megbénultunk volna. Mi akartuk Kodit megmenteni, de ki ment meg minket? Vadász hívja a botokat. Jelentkezzetek. Mi a helyzetetek? Tűzlovag! Hallasz? Ez egyértelműen vészhelyzet, de nem szeghetem meg az utasítást. Vadász Cade-nek! Hallasz engem? Valamiért nem működik a belső kommunikációs hálózat. Mentőszolgálat, tessék! Cade ott van? Vadász, te vagy? Miért itt hívtál fel? Hát, nos... 1070-es szabásértés a Canyon Roadon a Griffin hágónál. Azonnal szálljon ki az egész csapat. Várj, mi? Haló? Civil rendbontás, vandalizmus, szemetelés? Ennél rosszabb már nem lehet. Tűzlova, kérlek, ne mondd ezt. A filmekben, amikor valaki ezt mondja... Mindig rosszabb lesz. Kajaszagot érez. Ja, és jól érzi. Mintha egy durdefekt lett volna, de ennyi tiltótábla ellenére ki lenne egy... Hátra, fiam! Lassan!
erre, akkor nem mehetünk vissza. Találnunk kell egy másik utat. Apa, itt vannak a botok. Csak hárman. Megtagadták a parancsom. Biztos jó okuk volt rá. De úgy nézem, beragadtak. Apa, Old Parker nagyon veszélyes. Igen, ha adnak az átkozott gejzírnek a közelébe mennek. Akkor élve elégnek. Szükségük van ránk, apa. El tudod ijeszteni a medvét? Technika nélkül esélyünk sincs ellene. Az egyetlen megoldás, ha körbe megyünk és visszajövünk oldalt. Siess! Nem csak a randimat tették tönkre, a filmről is lemaradtam, remélem sürgős. Biztos, hogy az. A botok nélkülünk indultak el. Vadász azt mondta, mindenki jöjjön. Megszegtem egy csomó szabályt és megfizettem az árát. De csak így érhettem utol Kédet, aki a főnök távollétében átvette a csapat irányítását. Valaki értett belőle valamit? Cody és a főnök veszélyben vannak. Tűzlovak, Szikla és Penge elmentek megmenteni őket. De nem válaszolnak, amióta a Griffin hágóhoz értek. Griffin hágó? Az nem botoknak és gépeknek való vidék. Amint átlépik a kerítést, belépnek egy mágneses térbe. Alakulj át, vadász! Azonnal oda kell mennünk. Akkor a Canyon Roadra is be kell lépnem, amivel megszegném a főnök parancsát. Új parancs! Mozgás! Végre! Arra! Old Parker tetején állnak. Mr. Parker barát vagy ellenség? Egy szuperforró gejzír, és ki fog törni 3 perc múlva. Ki kell őket hoznunk onnan? Vadász, nem mehetsz be a mágneses zónába. Te is beragadsz. Mit csináljunk? Nincs olyan hosszú vontató kötél, ami elér addig. Ha csak nem toljuk meg egy kis pótkötéllel. Ez elég erős? Az lesz. Itt le van írva, hogyan kell szupererős csomót kötni. Apa, látom Kédet! Vadásszal! A kerítés mellett! Graham és Danny is ott vannak. Hála az égnek. Sajnos mégsem sikerült kettesben töltenünk egy estét, apa. Sajnálom, Cody. A mentés sajnos nem csak egyszerűen egy állás, az életünk része. Tudom. És te vagy a legjobb. Griffin Rocknak szüksége van rád. Szeretlek, fiam. Természetesen be fogjuk pótolni, megígérem. Oké. Kinek párolog a kipufogója? Senkinek. Rajta álltok egy gejzíren. Kiviszünk titeket. Most. Megsérültem. Először vidd a többieket. Húzd, vadász! Hol van tűzlovag? Visszamegyek érte! Ne! Másodperceken belül ki fog törni. A mentőbotok első szabálya. Segíts, ha kell. Vadász, várj! Ne! Vadász, mit művelsz? Mind a ketten felrobbanunk! Apa, szerinted... Nézni sem bírom! Várj! Oda nézz! Nem mintha hálátlan lennék, de miből gondoltad, hogy a buborék sátor megvéd minket? A használati utasítás egyértelműen leírja, a sátor elbírja a szélsőséges időjárást. Úgy tűnik, néha tényleg hasznosak a szabályok. Ezt írásba adnád? Főnök a Burst csapatnak, vétel! Apa, jól vagytok? A botok azt hitt...
engedték, hogy... Igen, a hegy túloldalán vagyunk. Szép munka volt. De vissza kell építeni a kerítést. A medvét is ki kell csalni a mágneses zónából. Rajta vagyunk. Mi lesz veletek? Még van itt egy kis dolgunk Odival. Mára ennyi. Van még kedved sátorozni? A medvét meg átverjük a hologrammal. Bízzunk benne. Magyar hangok. Bogdán Gergő, Tokai Csaba, Barbinek Péter, Seder Gábor, Prosta Sándor, Molnár Ilona, Bolla Róbert, Szatmári Attila. Magyar szöveg Novák Judit. Rendezőasszisztens Dohi Erika és Igor Lattesz. Hangmérnök Halas Péter. Gyártásvezető Bárány Judit. Szinkronrendező Kozma Attila. A szinkront a Minimax megbízásából a BTI stúdió készítette.